Na, akkor kérem szépen, mehetünk tovább, van már puskánk is, jó, tehát igen, ott van, sok minden nincs. 29 lőszer, nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz, egyáltalán nem rossz. Na, akkor meg is vagyunk, és oké. Okay. Még egy dokumentum, ugye, gyűjtögetünk rendesen igazából. Na most, visszatérve ugye az előző helyszínre, ott ugye, ezt mondtam nektek, és most meg is mutatom gyakorlatban, hogy ott vannak ezek a különböző ilyen tapéták, vagy mi a radai rossz sebek, igazából nem tudom, minek lehet ezt szépen mondani. Lényeg az, hogy ugye föl lehet őket gyújtani, jelenleg most gyújtogatni nem nagyon tudunk, mivel legalábbis, ugye nincsen fákjánk semmi az égvilágon, és jelenleg úgy látom, hogy nem találok semmit az égvilágon, amit hozzá lehet vágni, szóval most nem fogok ilyenekkel szórakozni, viszont, erről jöttem, vagy nem erről jöttem? Nem tudom, most hirtelen, mert fölborult itt minden, mint a muszáj volna. Ja, ez így fasza. Szóval, a lényeg igazából, hogy ha föl tudjátok gyújtani ezeket a cuccokat, akkor tegyétek meg, plusz XP-t kaptok érte, jó? Én most nem fogok ezzel szórakozni. Megyünk tovább. És nem sokára egyébként rendkívüli módon ránk fognak támadni, szóval nekem a puska kell, az gyorsabb. Mondom én! Céloz, lassítunk és... Gyerünk. Még azt az egy sávot legalább. Persze, hogy puska van nálam, jó? És akkor futunk. Ha itt vagyok, akkor még könnyebb dolgom van, mert egy darab sávó van, akivel igazából foglalkozni kell itt fönt, és szépen meghúzom magam, és csak megvárom, amíg ott jönnek ott fönt, jó? Ott is van egy! Az anyádat az! Meghalt, oké? Hiába dobálózó kicsi köcsög, látlak. Azaz. Szemben. Most, amelyik föl tudja gyújtani magát, arra igazából elég rálőni egy nyíllal is. Gyerünk! Lábát! Hol a lábad? Mellé! Anyádat az! Ne bújjál el, kicsi köcsög! Oké. Jó, csend van, kiváló. Mindig ide föl szoktam bújni azonnal, ugyanis egy irányból tudnak jönni, hogyha megszabadultunk ugye a haverjaiktól, és innentől kezdve pedig relatíve könnyű dolgunk van. Most akiket menet közben leszettem, azokat még szépen ki fogom lootolni, ugye? De ja, ez egyébként működik minden fokozaton, hála Istennek, nyilván a könnyebb fokozaton még inkább, de egyébként még hardon is. Szóval ja, alapvetően, hogyha egyszer játszottatok a játékkal, én mindenképpen ajánlom, hogy következő alkalommal hardal toljátok neki, ugyanis, ja, Könnyebb, sokkal könnyebb. Még így is egyébként, hogy évek óta nem voltam a közelében ennek a cuccnak, még így is emlékszem basszus az ilyen alapvető dolgokra, hogy még ha nem is 100%-ig, de hogy darabra legalább merre kell menni. Jó. So die! Bell. Ja, meg died. Oké. Okay. Alex, are you there? Yeah. The console's a wreck. Well, unless you see a Radio Shack around, you're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Climbing again. Great. Thank you.
Ja, szóval akkor megint mászkálni fogunk ugye jó magasra. Most éppen magasabbra a szokásosnál. Ez a rész egyébként nálam PS3-on teljes mértékben kiverte a biztosítékot, pedig nyilván azóta sokat fejlődött a grafika, de ja, akkoriban annyira valósághűnek hatott az egész. Nyilván eltelt egy kis idő. Nem kis idő. Egyébként, ami nekem szimpatikus volt ebben a játékban első körben, hogy Lara Croftot, mint fiatal asszonyt, ugye kezdetek kezdetén még ugye nem volt egy ilyen nagyon-nagyon badass, mint ugye az eredeti régi PS1-es játékokban. Nőnek csinálták meg bakker, jó? Tehát, hogy nem úgy néz ki, mint mostanában az ilyen tipikus amcsi fejlesztési cuccok, hogy nem tudod eldönteni, hogy fiú, lány vagy zerge, fogalmat sincsen. Meg nem túlozták el az egészet, hogy ami háromszögcsöcsöt ugye kikerekítették volna, nem. Tehát igazából teljes mértékben átlagos, normális fiatal csajnak néz ki. És ez nekem egy totál szimpatikus dolog volt az elejétől kezdve. Lehet azonosulni vele? Lehet én is egy fiatal csaj vagyok? Ki tudja? Na. Na, ezt a részt nem szeressük, jó? Nem. Nem azért, mert bonyolult egyébként, hanem azért, mert nem emlékszem rá. Megint ugye nézelődünk. Tényleg, kommentek közé továbbra is kérem egyébként, hogy amnésia volt, vagy rosszul emlékszem. Szevasz! Engedj el! Az a szevasz! Ja. Kócakát. Újni. Na. Mi csinálok? Egy minusz. Gyere te pénisz, dugd ki a fejed. Mindegy, csak gyere ki. Gyere. Oké. Ott fönt is van még egy szemétláda. Gyerünk. Gyerünk. Oké. Vagytok még, vagy nem? Most úgy látom, hogy nem. Jönnek még egyébként. De most jelenleg nyugi van, hál' Istennek. Loot, azaz. Fölmegyek oda szépen, mert ott egészen jól védhető az egész. Mondom én. Igazából hiába dobál. Anyádat! Nem áll! Térjél már ki, baszod! Ennyire nincsen életösztönöd. Oké, nem ezt terveztem, de mindegy. Hol vagytok, péniszek? Oké, és hála Istennek nem mindegyik jön egyébként. De melyik jön, az is elég. Hol vannak? Ott van szembe! Csezd meg! De én hülye vagyok! Azaz! Vagytok még? Valahol balra. De nem tudom hol. Azt mondja nekem, hogy én jöjjek ki és majd megtalál. Most akkor melyik? Döntsd már el, ember. Na most szerintem én a következőt fogom csinálni. Fogom magamat és szépen lefutok. Kicsit elkezdek lootolni, aztán majd úgyis jönnek utánam, hál' Istennek. Úgyni. Gyerünk. Szállítsd meg! Kontorral erre ne akarjatok célozni, jó? Tehát bukó. Nehogy már eltaláljatok, gyerekek! Szóval újra tölt! Nem újra tölt, bazd meg! Fölhúzza! Na most ott haldokol, szóval az teljesen jó.
Múgtad, gyerünk öreg. Headshot az több XP-t ér egyébként, szóval. Ja. Gyerünk. Oké, és... Meg is lehet lepni őket itt amúgy egyébként. Sajnálatos módon még nincs... Megint napló. Sajnálatos módon még nincsen meg ez a képessége, hogy csak simán pofán verjem őket, jó? Egyébként egy nagyon jó tulajdonsága Larának, hogy tud ilyet csinálni, de egyébként annyira magától értetődő lenne, hogy megfogod a kis cuccodat és... Így. Futi. Nem. Sok mindenkit lehet bántalmazni, én nem tartozom közéjük, jó? Azt mondja, persze, hogy fel vagyok fegyverezve, mi a fasz gondoltál, ember? Sokkal jobb, köszönöm. Azaz, bújjál be valami mögé, tök jó tanács egyébként, csak ne lógjál ki! Kis béna. Most, hogy valakivel beszélgetett, vagy igazából egyedül volt, azt még nem tudom, majd mindjárt kiderül. Úgy látom, hogy magában beszélt, szóval mindegy. Nem, valaki még van ott. Ja, most itt fölmegyek, jó? Hogyha nem vagy is, majd innen leszedegetem őket szépen. Anyádat azt! Kibeléptem bele. Én is el tudok lőni odáig, jó? Figyeljél! Nyádat azt, jó? Neki van tüzes nyila, nekem meg nincsen, ez milyen már? Bazd meg már! Meggyújtogattak, vagy mi az isten nyila van? Gyere ki! Azaz! Konyec, jó. Ott is van még egy, gyere! Jó. Íjászok elvileg mínusz, szóval tök jók vagyunk. Oké, fasza. Na. Megyünk tova. Hányan vagytok, csezd meg? Hát ez... Oké. Ez cifra volt. Persze, hogy még élek, mert kemény vagyok, mint a ágy széle. Gyerünk. Kettő is van, gyerünk alul fölül. Dugd ki a fejed, kis köcsög. Gyerünk. Élvezem el a gerilla harcot, csak hosszú. Na bazd meg! De jól céloz! A kicsi köcsög itt neki. Oké, és felsőre kell koncentrálnom, mert az kicsikét agilisebb, úgy nézem. Gyerünk! Oké, buktad. Haverod is jön, vagy nem? Gyerünk, dugd ki a fejed. Majdnem, gyerünk. Hál' Istennek hülyék, jó? Tehát túl sok energiát nem kell beléjük feccelni. Igazából mit dobott? Én nem tudom. Gyerünk. Oké. És ott van lent még egy csávó, akivel beszélgetnem kell. Gyerünk, kicsit közelebb a fejéhez. Gyerünk, te pöcs!
Miért rossz helyen kerestem? Na mindegy. Oké. Kiváló! Megmurdáltak, boldogok vagyunk, oké. Az ajtóhoz még nem megyek. Ah, bassza meg! Jön magától, oké, váltanom kell, fuck! Out of the way! She's locked! Na ezzel a pöccsel kell megküzdenünk, úgyhogy tudunk dodge-olni, az tök jó. Bassz meg! Ah! Hát meg a tudnánk dodge-olni. Hogy ő... Rendkül... Be van páncélozva, szóval nekem újra kéne töltenem. Gyerünk! Hagyjál már békén! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyere! Baszom! Oszlop! Kurva élet! Most őt ugye csak úgy lehet eltalálni, hogyha bármit csinál és... Így! Ez az! Hatékonyabb vagyok! És még mindig jönnek, és még mindig jönnek. Hányan vagytok? Gyerünk. Jó. Síri csend van is hullaszak, kiváló. Most weapon parts, ugye vannak ilyen különböző alkatrészek, amiket így össze tudok szedni. Most találtam már egyet, jó? Mondom, kilútól. Azaz, kiváló, 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 kiváló. Mennyi lőszerem van? 70 darab lőszer. Ehhez van 13, az kevés. Ehhez van 75, szerintem ezt fogom használni most. Az a biztos, az a biztos. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ide lent semmi. Tűz, az kell lenni fog. Az kell lenni fog. Gyerünk gyorsan, 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 gyorsan. Ja! Jó, hogy itt van egy szekrény! Ezt sose tudtam, hogy itt van, bakker. Ezt sose tudtam, hogy itt van. Azt a rohadt élet. Na ezt jól elbújtatták, bakker, ezt jól elbújtatták. Na most itt van egy darab hulla egyébként, vagy valamilyen doboz, vagy nem tudom mi az Isten fölaggatva, ha jól emlékszem, úgyhogy most hozok magammal egy ilyen fákját. Aztán nem biztos, hogy így van, de totál úgy emlékszem, hogy igen. De, ott van doboz, azaz. Ez van, visszajönnek az emlékek, ugye? És nem annyira bonyolult, mint mondjuk egy bármilyen Resident Evil játék, amire tényleg nagyon rá kell készülni, szóval, ja. Ebből azért többet fogtok kapni, vagy legalábbis kevésbé lesz akadozós, kevésbé lesz pöcsölős. Ezt is kinyitjuk, gyerünk. Úgyni. És ugye itt is voltam. Azaz, na. Ha már leszettem, hadd dútoljam ki, ugye. Gyerünk, gyorsan, 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 gyorsan. Na, találtam egy medált is, szóval ez is megvan. És akkor megyünk tovább. Na ugye ő is egy ilyen, az egyik, ha igaz, nem? Nem, ez nem az, bocsánat, ez nem az. Ja. És ha igaz, akkor volt itt is egy kollégája neki, de az nem biztos, nem, 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 az bukta. Na megyünk tovább, megyünk tovább, megyünk tovább. Ja, itt van, egyen följebb, bocsánat, oké. Okay. Mindjárt ott vagyunk a toronynál. Ezt a részt imádom. Ezt a részt imádom. Az oda vezető utat nem. Rendkívül, nem? De ezt igen. Szóval most akkor megint van kettő darab skillem, amiket el tudok költeni. Akkor nézzük, azt mondja, hogy Hunter Upgrades, ebből is kéne egy pár steadyshot, az megvan, nézzük csak. Nem, steadyshot nincsen meg. Ez kell lenni fog, hogy egy kicsikét tovább tudjak ugye ide célozni. Tökéletes. Tehát kétszer annyi ideig fogok tudni. Most ez le van zárva, szóval nem használjuk. Survivor Upgrades, nézzük csak, Animal nem. Survivalist nem. Bone Collector. Animal Corpse, az nem érdekel igazából. És van itt egy ilyen scavenging. Na. Ez viszont érdekel, hogyha az ellenfeleket ugye kipucolom, akkor pluszban kapok lőszereket, jó? Tehát, hogy többet kapok. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez kell lenni fog. Illetve a nézzük, bow upgrades. Felfedeztünk kettő darab bow upgrade-et, szóval akkor reinforced limbs. Nem. De nem. Kettő az megvolt, akkor azt igazából... Ja. Azt nem is fogom tudni most használni, szóval nézzük csak akkor puska, pisztoly. A pisztolyra mit tudok még tenni? Azt mondja, hogy... Nem. Van erre puskám, köszönöm szépen. Hosszabb, hosszabb tár az kell lenni fog, az nagyon hasznos egyébként, hogy nem kell újra tölteni. Igen. Ez is kell, köszönöm, jó, tehát ez fontos.
illetve akkor még odébb lépünk, és akkor a puskát is kicsit fölturbózzuk. Azt mondja, hogy ja, ez nagyon fontos egyébként, hogy ne rúgjon annyira vissza, és ne másszon el így a cél. Ez rohadtul fontos. Igen, szintén, tökéletes, és meg is vagyok, jó? Úgy adok szám, hogy itt is van valami, de nem... Aha, ott is van valami, jó. Jól emlékeztem, tökéletes. Megint egy napló, megint kaptunk XP-t, jó? Pontos. Na és akkor ugye mi van ott? A torony. A torony. Csupa nagybetűvel, bakker. Ez a rész az annyira beszaratós. Annyira, nem tudom, tehát... Érdekes egyébként, hogy én egyébként nem vagyok tériszonyos. Nem tudom, ezt minek nevezzem, hogyha van esetleg orvos közöttünk, aki ezt meg tudja mondani, az mondja. Én nem vagyok tériszonyos, én nem félek a magasságtól. Én a bizonytalanságtól félek. Gond nélkül fölmászok én egy 50 méteres kilátóra, probléma nélkül elmentem sétarepülőzni, tehát hogy ezekkel semmi gondom nincsen, viszont egy 3 méteres létrára sem fogok fölmászni, hogyha úgy ítélem meg, hogy az nekem veszélyes. Tehát nem tudom miért, egy nagyobb sámnyira fölállok és akkor is megremeg a lábam, de egyébként a nagyon nagy magasságok meg nem zavarnak. Nem tudom mi ez. Nem tériszony. Biztos, hogy nem. Imádtam ezt a részt, bakker. Annyira para egyébként. És akkor ránézek, hogy van, akinek ez a munkája, bakker. Nagyon durva, tényleg ez a... Remélem az embernek kiutaltak egy talicskát egyébként, aki ezzel foglalkozik, hogy ilyen tornyokra mászik föl. Mert hogy azokat a rohadtul nehéz, kibaszott vas tököket, hogy az Istenbe cipeli magával, azt nem tudom. Ez még szebben néz ki egyébként. Utoljára ezt a játékot én PS3-on láttam, úgyhogy nem volt nehéz egyébként új profilból nekivágni, na mindegy. Annyira jól megcsináltak a perspektívát is, bakker, de tényleg ez a... Nem akarom! Nem! Fuck! Akkor ott maradunk a szigeten, bazd meg. Should boost the signal from the transmitter. Okay. All right, find the emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Na, szóval akkor rádió tuningolni kell, ugye? És forgatjuk, amíg megtalálunk egy valamit, ami szimpatikus. Gyerünk. Tökéletes, váltunk. És akkor most pedig ezt ilyen minimálisan, amíg megtaláljuk. Oké, tökéletes. Mayday! Mayday! This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on. Mayday, Mayday, this is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up hope. So had we. We've got your approximate position, but we could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Now. Lara Croft, you are my hero! Hey, you know, Reyes actually just cracked a smile. A signal. A fire. Fuel, flames. I can do that. Na, ugye jönnek értünk, csak jelezni kéne, hogy hova francba jöjjenek, szóval jön egy kibaszottul para ilyen zipline. Toljuk neki.
Amúgy ebben simán belehalna bárki a valóságban, jó? Tehát ez nem olyan szögben ment lefele, amivel érdemes foglalkozni. Na. És ugye föl kell gyújtanunk valamit, hogy észrevegyék, ami azt jelenti, hogy ezeket a kurva nagy tartályokat, csöveket, egyebeket majd egy kicsikét meg kell piszkálni. Gyerünk. Ja nem, úgy emlékeztem, hogy van itt is valami loot, de nem. Nem. Loot az nem van. Jó. Szóval akkor, mit tudunk csinálni? Ki tudjuk hinti szépen ezt a kereket. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Igazából ezek biztos, hogy nem így működnek egyébként, jó? Tehát normál esetben ezeket rendkívüli módon nehéz letekerni, nem ám, hogy tényleg letörni. És ha már itt vagyunk, akkor kicsit körülnézünk. Gyerünk. Oké, ez érdekel. Mi van még itt, ami érdekel? Az mi? Ja, oké, tudok tüzet csiholni, kiváló. Mostantól tök jó. Ez kellett volna korábban egyébként, ugye? Szóval van egy új gírem, és... menjünk. Most meg kell néznem, hogy hova folyt ez az utc. Oda, oké, kiváló. Na. Begyújtjuk, hol van? Ott is van, tökéletes. Ez jó lesz! Fak, 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 fak! Kicsit gyorsabban, aktívabban kéne menni, nem? Vagy valami. Kiváló. Assistine, große Fickenstick igazából, na, szóval, ja, erre kell figyelni, hogy próbáljunk meg nem repülő előtt lenni, ilyenkor. Fuck, 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 fuck. Square Enix, kurva nagy pacsi, komolyan, kurva nagy pacsi. Közben próbáljuk meg nem neki menni mindennek az égvilágon, amit tereptárgynak hívnak, mert az fáj. Azért csak megyek, bakker. Ja, gyorsan megkapaszkodunk, és húzzunk innen jobbra, jó? Jön az a szar, hogy futás van. Futi, 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 ugrás! Azaz. Na gyorsan meg kell keresnünk ugye a pilótát, akit ugye rendkívüli módon leszedtek. Fasza. Jössz vissza. Na. Oké, és szóval akkor ezen is tudunk ugrálni. Gyerünk! Tökéletes. Haladunk, haladunk. Kéne nekem egy puska így kézbe, nem? Vagy valami. Ja, még semmit nem ad! Azt a kurva, ez dől össze, mint a muszáj volt, ezt elfelejtettem. Gyere föl! Elbasztam! Vazet. Na akkor még egyszer, ne csesszük el, jó? Ez a titka neki, újni. Tovább haladunk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Továbbra is laggolok egyébként, szóval bocsánat, hogyha valamit elkúrok menet közben. Újni, és fölfele. Lent is jó, mindegy, csak igazából nem menjünk neki semminek. Gyerünk, gyerünk, azaz, fölfele. Jó. Ugye ezt már végigcsináltuk a tutoriában, szóval tudjuk, hogy mi az Istent kell művelni. Semmi vész. Csak a lényeg az, hogy próbáljuk olyan helyre landolni, ami nem öl meg minket. Gyerünk, 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 gyerünk. Azaz. Csak ezt hogy a faszomba húzták fel ide, azt nem tudom. Na szóval akkor megint barátkozunk. Gyere! Faszom! Miért csináltam ezt? Gyere!
Picsába, rossz helyre célzok. Azaz. Meg is van, kiváló. Beszéljünk a pilótával. Már amit lehet. Hú. Semmi? Bukó? Jó. Akkor menjünk tovább. Ennyit érdekel minket egy élet. Nem foglalkozunk vele, nem gyászoljuk meg, nem beszélgetünk róla, nem megyünk oda hozzá, hogy PILÓTA! Mint az animékben, a mindegy. Lara! What the hell happened? Hogy mi történt, Banyek, nem láttad? Ez így van, egyszer csak jött az a kibaszott felhő és lecsapta, mint a kötelező volna. Nyilván teljesen természetes jelenség. Gyakran fordul elő. Egyértelmű. Jövünk! Gyere, Ruth! Rossz. Na mindegy, szóval továbbra is érdekel, hogy milyen nyelvű. Fasza! Akkor most így lövünk. Anyád, hol van a... Nem lehet semmit csinálni! Megölt! Ne bazd meg már! Komoly! Ügyesek vagyunk, gyerünk! Ezt leszedjük szépen, úgy, né? Ott pedig le tudunk szedni valamit, vagy nem? Ezt? Esetleg? Nem? Gyere, te pöcs! Gyere! Még jó, hogy nem tudok jól célozni amúgy. Dugd ki a fejed! Gyere, te pénisz! Az így nyit! Meg is volt. Meg is volt, kiváló. Na, akkor még Rottal még találkozni fogok mindenképpen. Mindenképpen. Szerintem közelben van amúgy. Csak egy tipp. Úgyni. Ezt fölvesszük. Gyerünk! A loot az mindig jól jön. Főleg az, hogy az gyorsan fölgyógyul, szóval igazából az összes loot az semmi másról nem szól, mint XP-ről és lőszerről, jó? Ennyi. Íh, bazd meg! Nem. Jó van, hál' Istennek. Okay. Jó, ezt kicsit benéztem, szóval valahol használni kell az új képességemet, hogy lehúzzak valamit. Őt. Okés. Kiváló. Kiváló. Ott mi van? Semmi. Szevasz, öreg. Remélem nem gondoltátok, hogy ott hagyom a holttestét, vagy valami. Ugye? Semmi. Na, erről beszéltem, hogy most már ilyenek is vannak, hogy tudok ilyet csinálni. Nem. Mi az, hogy... Mi van? Jaj, bakker, rossz gombot nyomok, francba. Na, másik gomb, oké, na így. Szóval, ugye a korábbi részekben is volt olyan, amikor volt ilyen föltekert, ilyen kötélnek hasonlók. Na. Vissza lehet menni, kilútolni, utána nézni, megkeresni, kiszedni, szétszedni, elkobozni. Jó? Abszolút működőképes. Tehát, hogyha valaki szeretne úgy nekifutni a dolgoknak, hogy sokkal inkább vérpistikébb, mint amennyire a játék engedi, az tényleg abszolút menjen vissza a korábbi részekre, fast travel-le lehetséges, és kezdjen neki. Jó? Hasznos egyébként, nagyon hasznos. Na, őt is kiszedjük. Gyere! Úgyni, kiváló. Fut. Na, itt van. You and me both, girl.
One moment they were fine, the next. There was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday. Co-pilot, Jessica Bear. Another pilot. 1-7-7-A. Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need urgent aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth.